A búcsúztatóra eljöttek a rokonok, a barátok és a tisztelők is. A megemlékezésen dr. Puha Sándor gyermekét, Vadász Juditot kérdeztük édesapja pályafutásáról. Az Állatorvosi Egyetem után jött ide. Szerintem a választásának az is része volt, hogy itt szolgálati lakást kaptak édesanyámmal. Fiatal házasként költöztek Füzesabonyba, és a mesterségesen kezdett el dolgozni az állami gazdaságban, és neki a szakterülete később ugye a mesterséges szaporítás volt a szarvasmarha területén. Úgyhogy az egyik oldalról a munka, a tanulási lehetőség, a másik pedig az akkori időszakban a nagy segítség volt a szolgálati lakás. A mesterségessel szemben laktak, mellettük laktak a doktor Vencelék, és abban az ikerházban az egyik oldalon kezdték meg az itteni pályafutásukat. A TS-ben az állatorvosi feladatokat látta, és mivel a községben és a faluban, tehát a környező falvakban, meg Füzesabonyban is ő volt az állatorvos, ezért a kisebb állatokkal is aktívan elkezdett foglalkozni. Juhászatokba is járt, de emellett a cicák, a macskák, egy-egy érdekességként papagájok, ékszerteknősök, minden, ami előkerült, ő azt szívesen elvállalta, és amennyiben tudott segített, hanem akkor az EGRI kórházba küldte el tovább a pácienseit. A rendszerváltás előtt pedig aktívan érdekelte mindig is a politika, a történelem és a földrajz, és amikor megkeresték őt, mint helyi prominens ember, így elgondolkozott rajta, és a politikai pályája így indult be a 90-es évek legelején már. Dr. Puha Sándor 1994-től 1998-ig volt parlamenti képviselő. Az akkori SZDSZ felkérésére vállalta a jelölti szerepet. Akkor még kopogtatott cidulák voltak, ezeket nagyon könnyen, gyorsan megkapta, barátaival beszélgetett, a lakosokkal beszélgetett, nagy volt mögött a támogatás, bár egyéni körzetben nem nyert, de a Füzesabonyban ugye messze ő nyerte meg a kerületet, de ugye több falu, illetve község is hozzánk tartozott, de a listán olyan előkelő helyet töltött be, hogy listáról ő bekerült. A szakmai továbbmenetele az úgy folytatódott, hogy utána szakvizsgát tett közigazgatásból, és akkor így megyei főállatorvosként is tudott tevékenykedni, tehát nem csak állatorvosi, hanem mindenféle közigazgatási feladatoknak megfelelő szakosítást is kapott, és így ezt a feladatot is tudta vinni tovább. Vadász Judittól megtudtuk, édesapjának a természetjárás volt a hobbija. Ő Mátrából származott, ő ott nőtt föl, úgyhogy a természetjárás, ott a gombázás, az állatok szeretete, a másik pedig az olvasás és a történelem. Iskolás éveim alatt mindig együtt voltunk, én Egerbe jártam gimnáziumba, 90-ben érettségiztem, addig ugye mindennapi szinten együtt voltunk, utána, amikor én már Pestre kerültem, akkor mindig arra emlékeztem, hogy amikor hétvégén itthon voltam, vagy jeles ünnepekkor, akkor nagyon sokszor ügyeletes is volt egyben, és volt, amikor már kocsival én vittem őt el házakhoz, és nehéz elléseket vállalt, tehát hogy ő neki a hétvége is nagyon sokszor munkával telt. Ő nagyon szeretett dolgozni, tehát nyár elején lett beteg, de még az előtte levő héten összevezetett oltást csináltunk, én csak az adminisztrációban segítettem, de akkor is az volt neki fontos, hogy a közösség érdekében a veszettségoltás idejében megtörténjen.